Európa már most invázió alatt áll. Viktor Orbán has done a tremendous job. Probably like me, a little bit controversial, but that's okay. That's okay. Brüsszel, Brüsszel, Brüsszel. A migráció növeli a bűnözést, különösen a nők elleni bűncselekményeket, és behurcolja közénk a terrorizmus vírusát. Mi megépítettük a kerítést, megvédtük a déli határt, nemet mondtunk Brüsszelben minden betelepítésre. De a veszély nem múlt el. Alig várják, hogy újra kezdjék. Nagy testű ragadozók úszkálnak a vízben. Ez itt Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi nehéz tüzérséggel. Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában. Azok az asszonyok, akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. It's not about homosexuality, it's about the kids and the parents, that's all. Je ne pense pas que Viktor Orbán soit un dirigeant autoritaire. Il dirige son pays et il ne se laisse pas intimider par ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudra en France. Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Lorsque je vois les effets désastreux de ces politiques sur mon pays, au niveau identitaire, financier ou territorial, je suis fondée à vous dire, amis hongrois, tenez bon.